Sziasztok! Ebben a videóban a TIG vagy avi hegesztésről lesz szó. Többen kérték az elmúlt időben, hogy erről a módszerről is beszéljek. Én azért vártam vele mostanáig, mert igazából én is ő, még rám fért, hogy gyakoroljam a módszert. Hozzáteszem, hogy még továbbra is rám fér, de összeszedtem már róla egy csomó infót, amit ebben a videóban összefoglalok nektek. Elmondom a módszer lényegét, az előnyeit, hátrányait, milyen berendezés, milyen eszköz kell hozzá ő hogy működik, és megmutatom azt is, hogy egyáltalán hogyan kell ezzel a módszerrel hegeszteni. Aki ezt a videót megnézi, az utána annyi információval fog rendelkezni, hogy bele tud vágni a gyakorlásba. Tartsatok velem! So devil, és mint mindig, most is összekapcsolom a videó készítését egy hasznos dolognak a hasznos tárgynak az elkészítésével. Ez pedig egy olyan szék lesz, itt van az alapanyagokat, már levágtam, amely ide az asztalnak a lábára lesz felrögzítve, és így ki lehet hajtani, vagy be lehet hajtani az asztal alá, hogy ne legyen útba. Egy ilyen tölgyfa ülőlapja lesz, és ez fog arra a célra szolgálni, hogy itt a műhelyben kényelmesen ülve tudjak avihegeszteni. Azért is kell ez, mutatom, jelen pillanatban a feleségemnek a vasaláshoz használt ilyen magas bárszék magasságú székét használom, de igazából ezt nem is akarom itt tönkretenni a műhelybe, meg hát ez jobb is lesz, mert nem lesz itt útba, hanem simán csak be lehet hajtani. Úgyhogy a videó során ezt a munkadarabot fogom elkészíteni. És itt az elején, hogy elkerüljük a félreértéseket, és elkerüljük a tökéletes szakmaiságot és tökéletes minőségű varratokat hiányoló kommenteket, el kell, hogy mondjam, hogy én nem vagyok hegesztő szakember, én egy ugyanolyan barkácsoló vagyok, mint a legtöbben ti otthon a műhelyetekben. Most először is nézzük, hogy mi is az AVI, vagy angolul TIG hegesztés. Az angolról fordítva, vagy angolul tungsten inert gas welding, tehát tungsten mint wolfram és semleges védőgázas hegesztés. Tehát wolfram semleges védőgázas hegesztés. Oké, okay, mit jelent ez? Egyrészt az, azt, hogy az elektroda wolframból készül, ebben a eznél a hegesztési módszernél ellentétben a többivel, ahol ugye maga az elektróda, maga a bevont elektróda, a pálca is, vagy a húzalelektróda, a fogyoelektródás hegesztésnél, az elektróda egyben a hozaganyag is, amit hozzáadunk a varrathoz, ami magát a fémet adja. Ennél az AVI vagy TIG módszernél ez nem így van. Az elektróda az nem ér hozzá, nem olvad bele a varratba, hanem csak az ív képzést végzi, és Akár hozaganyag, hozzáadott plusz anyag nélkül is képezhetünk varratot, vagy pedig külön egy másik pálcával kell hozzáadni hozaganyagot. A TNR pedig azt jelenti, hogy ebben az esetben argonvédőgázt használunk, ez egy teljesen semleges védőgáz, nem lép semmiféle reakcióba a varratfémmel és ezáltal körbeveszi az ívet és a varratot, és megakadályozza, hogy az a levegővel is bármiféle reakcióba lépjen. A legfontosabb előnye az avi hegesztésnek, hogy nagyon szép, varratokat lehet vele csinálni, de csak akkor, hogyha az ember már kellőképpen rutinos és gyakorlott, mert hogyha nem, akkor viszont nagyon csúnyát is lehet vele csinálni, mint bármelyik másik módszerrel. Nagyon fontos előnye még, hogy az egyéb módszerekkel ellentétben ezzel színes fémeket, könnyű fémeket is lehet hegeszteni, például alumíniumot, rezet vagy más könnyű fémeket, természetesen ehhez speciális berendezés és megfelelő beállítások szükségesek, de a módszer maga képes rá. Ezen kívül előnye még az is, hogy vékony anyagokat is szépen lehet vele hegeszteni, és még egy nagy előny, hogy egyáltalán semmiféle salakképződés nincsen, tehát maga a varrat az a hegesztés után teljes mértékben kész, semmiféle tisztítást nem igényel. Mint mindennek, ennek a módszernek is vannak hátrányai. Az egyik legnagyobb hátránya szerintem az, hogy ez a módszer igényli a legtöbb gyakorlást ahhoz, hogy elfogadható vagy szép varratot tudja vele csinálni. Akkor nagyon szépet lehet vele, de ahhoz, hogy ezt a szintet elérje az ember, ahhoz nagyon sokat kell gyakorolni, jó kézügyesség is szükséges hozzá. Ezen kívül az is hátránya még, hogy ez egy lassú módszer, szép varratot csinál, de egységnyi idő alatt sokkal rövidebb varratot lehet vele csinálni, mint mondjuk egy fogyóelektródás védőgázas módszerrel, tehát nem igazán termelékeny. A hátránya még az is, hogy az argon, a tiszta argon védőgáz az eléggé drága, és mint minden védőgázas módszernél, itt is fennáll az a hátrány, hogy kültéren nem igazán alkalmazható, mert a kültéren a szél, a légmozgás el tudja fújni a védőgázt, és akkor pedig már problémák adódnak a hegesztésnél. Tehát igazából ez a, az igényes, finom, szép varratok módszere, de nem igazán termelékeny. Mi kell a módszerhez? Hát legfőképpen kell egy olyan gép, ami tudja ezt a módszert. Igazából ezt már a viszonylag egyszerű pálcás hegesztésre, bevont elektródás hegesztésre való inverterek is tudják, hogyha egy külön vezetéken a gázellátást biztosítod egy olyan manuális pisztolynak, amin van rajta gázszelep, akkor akár egy ilyen egyszerű inverterrel is megvalósítható. Az ideális nyilván az, hogyha egy olyan gépet használsz, ami dedikáltan tudja ezt a módszert, ez az ESAB ROG ET200IP Pro, ez például tudja, ez eléggé fejlett avi funkciókkal bír, erre majd a később a videó további részében kitérünk, de hogy ugye arról volt szó, hogy mi kell hozzá. Tehát kell hozzá egy olyan gép, kell hozzá a géphez egy megfelelő pisztoly, ehhez ugye teljesen másmilyen pisztoly kell, mint a másmilyen módszerekhez, tehát ehhez egy erre a módszerre dedikált pisztolyra van szükség, és szükség van argon védőgázra, és a gázpalackhoz egy nyomás csökkentőre, hogy be lehessen állítani a percenkénti gázmennyiséget, és az esetek többségében szükség van hozaganyagra, tehát avi pálcára. Ez tulajdonképpen egy sima fémpálca, amit adagolunk hozzá hegesztés során, hogy hogyan erre is ki fogok majd térni később, meg persze védőfelszerelés. Hiszen ugyanolyan elektromos ívvel dolgozunk, mint a másik módszereknél, tehát mindenképpen kell egy hegesztőpajzs. Igazából ennél a módszernél nagyon fontos, hogy jól lássad, a magát a hegesztést, a, a varratot, ezért egy kicsivel lejjebb, nem a maximumon, hanem mondjuk ilyen 11-es fokozaton, 11-es sötétségi fokozaton érdemes használni a pajzsot. Én legalábbis azon szoktam, és természetesen hegesztőkesztyűre is szükség van. Ennél a módszernél, mivel finomabb kézmozgásra van szükség, mint a többinél, általában ilyen vékonyabb, puhább anyagú kesztyűket használnak. Nekem is van egy ilyen vékonyabb, de ahogy látjátok, ez mivel vékonyabb és puhább, azért ez kevésbé hőálló, úgyhogy ennél, ezeknél a vékonyabb kesztyűknél különösen figyelni kell arra, hogy még csak véletlenül se fogd meg a hegesztés után a még forró munkadarabot, mert könnyen megégetheted magad. És amire szükség van még, az természetesen valami lángáló ruházat. És az a lényeg, hogy egy lángra kapni nem tudó tiszta pamut felsőbe, meg nadrágba legyél, de valójában itt nem fröcsögnek széjjel olvat fémdarabkák, úgyhogy ilyen szempontból a védőruházat jelentősége egy picivel kisebb, mint a többi hegesztési módszernél. Ja, és mint minden módszernél, itt is képződnek olyan gázok, amelyek nem egészségesek az ember számára, annak ellenére, hogy látható füst nem képződik, de káros gázok képződhetnek, különösen a könnyűfémek például, mint az alumínium hegesztésénél, úgyhogy ezeknél különösen oda kell arra figyelni, hogy egy jól szellőztetett helyen LCO-val vagy akár ilyen gázok kiszűrésére is alkalmas légzőmaszkkal hegesszünk. hogy működik a módszer. Ahogy az elején is mondtam, ez egy olyan hegesztési módszer, ahol az elektróda nem olvad meg, nem olvad bele a varratfémbe, hanem csak az ívet biztosítja. Ezért, ezáltal akár úgy is lehet vele hegeszteni, hogy csak az egymással összeérintkező két összeolvasztandó munkadarabot mindkettőnek a felületét az ívvel megolvasztjuk, és azok összeolvadnak, viszont ha szükséges, akkor ugye adagolhatunk hozzá hozaganyagot és eközben a pisztolyból kiáramló argon védőgáz körbeveszi az ívet, és a friss varratot, az olvat varratfémet megóvja a levegőnek az oxidáló és egyéb káros hatásaitól. Na nézzük akkor a beállításokat az egyszerűbb gépeken. Igazából két dolgot lehet beállítani, magán a gépen be tudod állítani az áramerősséget, és ennyi, a reduktoron pedig a gázmennyiséget, és utána azt a gázt a pisztolyon lévő ez nem olyan pisztoly, de vannak olyan pisztolyok, ahol itt egy elzáró szelep van, csak azzal az elzáró szeleppel kinyitod a gázt, aztán a végén meg elzárod, a gép pedig adja a hegesztőáramot. Ennyi a történet. A komolyabb gépeknél, amilyen ez is, itt már jóval több mindent lehet állítani. Eleve itt a gépen keresztül megy a gáz is, és ezért a gép szabályozza a gáznak az elő- és utóáramlását is. Mit jelent ez? Már az ív létrejötte előtt egy rövid idővel érdemes, hogy elinduljon a gázáramlás, méghozzá azért, mert akkor már, mire az ív létrejön, addigra ki van alakulva a véden, védő gázburok, majd pedig a hegesztés végén, az ív megszűnése után célszerű még, hogy egy 5-6 másodpercig a gázáramlás megmaradjon, ez segít hűteni a varratot, és megakadályozza, hogy amíg még forró, addig a levegőnek a káros hatásai érjék. Szóval a gépen be lehet állítani a gáz elő- és utóáramlást is. Azon kívül a, az ívnek az induló és a végáramát is be lehet állítani. Ez azt jelenti, hogy célszerű, előnyös, hogyha nem a teljes áramerősséggel indul már azonnal az ív, hanem egy beállított, mondjuk. 30%-os, a beállított értéknek 30%-ával indul, és utána mondjuk egy másodperc alatt épül fel a teljes áramerősség, és a végén pedig még sokkal fontosabb, hogy az áramerősségnek a lecsökkenése is ilyen fokozatos legyen. Ez azt jelenti, hogy akkor a végén nem egy pillanat alatt szűnik meg a teljes áramerősség, mert akkor egyfajta ilyen végkráter tud kialakulni a varradban, ami a gyengíti egy repedés kialakulási góc lehet, hanem úgy szűnik meg az áramerősség, hogy lefokozatosan lecsökken egy beállított értékre, mondjuk a teljes áramerősségnek a 30%-ára, ott tartja egy beállított ideig. Ezzel ugye mond hozzásegíti, hogy fokozatosan hűljön az ív megszűnése előtt már a varrat, és úgy szűnik meg az a, a ív. Ezen kívül az ilyen gépeken azt is be lehet állítani, hogy kettő vagy négy ütemű módon működjön a pisztoly, ez ugyanaz, mint a, például a fogyóelektródánál a kettő vagy négy ütem, hogy benyomod a gombot, akkor létrejön az ív, amíg nyomva tartod, addig van ív, és amikor felengeded, akkor pedig megszűnik az ív, ez a kettő ütem. A négy ütem pedig az, hogy amikor benyomod, akkor létrejön az ív, elengeded, akkor az ív, mindaddig, amíg a gombhoz nem nyúlsz, addig működik, amikor benyomod, akkor megszűnik az ív, és utána pedig a gázáramlás is megszűnik. Ja, és ezen kívül természetesen a, a komolyabb, de az egyszerűbb gépeknél is ugye az ö, reduktoron be kell állítani a gáznyomást, alapvetően egy olyan 8-10 liter per perc argongáz így alapbeállításnak megfelel. Ja, itt azért annyit még hozzátennék, hogy ezzel a készítendő munkadarabbal azért kitoltam magammal, mert egyrészt minél vastagabb a fém, minél vastagabb az anyag, amit hegeszteni akarsz, annál könnyebb hegeszteni, annál jobban el tudja osztani a hőt, és annál kevésbé esélyes, hogy átjukadjon. Másrészt, hogyha a munkadarab nem egyforma falvastagság anyagokból van, az még extra nehezítés, hiszen egy adott falvastagsághoz be tudsz állítani egy ideális áramerősséget. Ez mondjuk, mit tudom én, egy 2 mm-es falvastagságnál 80 amper, egy 5 mm-esnél, mondjuk olyan 115, egy 10 mm vastag anyagnál, mondjuk 150 amper. Természetesen ezek csak közelítő értékek, de hogyha nem egyformák a falvastagságok, akkor viszont vagy a vastag hozzáállítasz ideálisat, és akkor a jó eséllyel a kis vékonyabb átjukad, vagy a vékonyabb hozzáállítasz, de akkor lehet, hogy a vastagnál már nem fog kellően beolvadni, szóval ez egy ilyen kellemetlenebb szituáció, viszont mivel anyagokból dolgozom, ezért nekem most így jött ki, hogy nem egyforma falvastagságú zárt szelvényekből lesz ez a cucc, úgyhogy még ezzel is Extra nehezítem a saját dolgomat. A munkadarab tisztasága, mint minden hegesztési módszernél, itt is nagyon fontos, itt talán még fontosabb, mint bármelyik másik módszernél. Ez nyilván azt is jelenti, hogy egyrészt például a vasanyagoknál, a zárt szelvényeknél a fekete réteget, ott, ahol hegeszteni kívánjuk, ott el kell távolítani, le kell köszörülni, és például a fúrásnál rákerülő fúróolajat pedig acetonnal, vagy féktisztítóval, vagy higítóval le kell mosni, semmiféle szennyeződés nem maradhat a fémen, és a tisztítás még különösen fontos a könnyű fémeknél, például az alumíniumnál, ott mindenképpen valami fajta erős tisztítószerrel, például acetonnal meg kell tisztítani, még a az avipálcát is, a hozaganyagpálcát és a munkadarabot is. Alapvetően a gépek többsége, főleg az egyszerűbb és olcsóbb gépek DC, tehát egyenáramú módot tud. Ez igazából a szerkezeti acélok normál vasanyagok hegesztéséhez tökéletesen megfelel. A komolyabb gépek viszont AC, tehát váltakozó áramú módot is tudnak. Ez a kemény és magas olvadáspontú oxidréteggel borított fémek esetében, amilyen például az alumínium is, ezeknek a hegesztésénél szükséges ez a módszer, de ezt igazából a komolyabb gépek tudják csak, ez nem tud ilyet, úgyhogy ebben a videóban sem fogunk ezzel foglalkozni. A Szerkezeti acélokhoz, tehát a normál vasanyagokhoz a DC, tehát egyenáramú módot használunk. Itt háromféle írgyújtási mód lehetséges. A legegyszerűbb általában az olyan gépeknél, ami nem kifejezetten az avi módszerre dedikált gép, hanem csak egy sima pálcás inverter, azoknál általában a koppintásos gyújtás az, amit tudunk alkalmazni, ilyenkor hozzá kell érinteni, a fémhez is így elhúzni, mintha egy gyufát akarnánk meggyújtani, és ekkor jön létre az ív. Ez azért nem igazán jó ez a módszer, mert ugye itt viszonylag hosszan érintkeznie kell az elektródának és a munkadarabnak, és így megvan az esély rá, hogy az elektródának a hegye leolvad és beleolvad a varratba, vagy pedig rákerül a már megolvadni kezdő munkadarabról fémcsepp, és ez igazából az elektróda számára eléggé előnytelen. Ennél jobb a lift gyújtás, ezt már általában a direkt avi módszerre készített gépek mindegyike tudja. Ez annyit tesz, hogy hozzá kell érinteni az elektróda végét a munkadarabhoz, és amikor felemeled, abban a pillanatban jön létre az ív, és utána mindaddig, amíg egy bizonyos távolságnál messzebb nem viszed a munkadarabtól, ez néhány milliméter, addig az ív stabilan megmarad. A harmadik és legjobb ívgyújtási módszer, amit már igazából a komolyabb gépek tudnak csak, ez is tudja, ez a nagyfrekvenciás frekvenciás ívgyújtás, ennek az a nagy előnye, hogy nem kell az ívgyújtás előtt és közben hozzáérinteni a munkadarabhoz a az elektródát, hanem néhány milliméterre tartva tőle, a gomb nyomásával egy időben, egy nagy frekvenciával, egy nagy frekvencia segíti az ívet begyújtani, és utána az az ív megmarad, nem kell előtte érintkezni a munkadarabbal, ez biztosítja, hogy leginkább szennyezésmentes tudjon maradni az elektródának a vége. Ugye azt már az elején megbeszéltük, hogy a módszerhez Wolfram elektrodát használunk. Ez az esetek többségében nem tiszta Wolframból, hanem valamiféle ötvözetből készül. Többféle van, ezeket az elektroda végén egy színnel jelölik. Alapvetően ebben nem mennék bele, mert igazából én sem vagyok otthon a rengetegféle elektroda ötvözetnek az ideális felhasználásával. Én azt mondom, hogy ha például aranyat vagy szürkét, veszel, az úgy nagyjából mindenfélére alkalmas, és kezdésnek az bőven megfelel. Na és ha már itt tartunk az elektródánál, akkor ki is szedem, megmutatom, hogy egyáltalán ez a pisztoly hogyan épül fel. Itt a hátulján ezt a sapkát vagy kupakot el lehet távolítani, és akkor itt van belül az elektróda, itt van benne egy ilyen szorítóhüvely, itt látszik is a végén, amiről beszéltem, hogy ennek aranyszínű jelzés van a végén, és ebbe a szorító hüvelybe beledugva az elektródát, és keresztül dugva a pisztolyon lehet azt beállítani, hogy mennyi legyen a kilógása, erre is kitérünk majd, és ennek a kupaknak a meghúzásával pedig meg lehet szorítani, és itt fixelni a helyén. Ezen kívül egy fontos része van még a pisztolynak, ez pedig ez a gázterelő, ugye hasonlóan a fogyóelektródás védőgázas módszerhez itt is szükség van egy gázterelőre, amely oda az ív köré koncentrálja a gáz kiáramlást. Hát igazából ez egy 9 mm belső átmérőjű gázterelő, ez egy ilyen általános méret, ez így nagyjából az ilyen szokványos, 2 és 10 mm közötti Anyagvastagságú a célokhoz megfelelő, nyilván nem mindenhez ideális, de alapvetően egy ilyen 9-10 mm átmérőjű gázterelő az úgy nagyjából egy ilyen általános méretnek számít. No és ha már továbbra is az elektródánál tartunk, nagyon fontos elmondani, hogy ennek az elektródának nagyon fontos, hogy hegye legyen, de az nagyon nem mindegy, hogy milyen ez a hegy. Körülbelül a, egy ilyen 4-5 mm hosszúságuk kell, hogy legyen ez a hegy, és akkor ez már ugye meghatározza azt is, hogy körülbelül milyen lesz ennek a hegynek a, a szöge. Itt nagyjából szerintem. Látszik a képen, hogy miről beszélek. 4-5 mm hosszú, és egy ilyen eléggé hegyes szögű. Erre a hegy kialakításra viszonylag gyakran szükség van, ugyanis főleg, amikor kezdő az ember, akkor viszonylag gyakran előfordul, hogy a hegesztés során ez az elektródának a vége beleír a varratfémbe, vagy véletlenül hozzáérsz a hozaganyagpálcával, és olyankor rárakódik a varrat ilyenkor nem érdemes tovább folytatni a hegesztést, mert a rárakódott fém miatt megváltozik az ívnek a, a karaktere, és úgy igazából nem jó vele hegeszteni, hanem ilyenkor bizony abba kell hagyni a hegesztést, és újra kell hegyezni az elektródát. Erre létezik speciális Wolfram elektród hegyező köszörű, ez ilyen száz és több százezer forint közötti összegekért kapható, tehát nagyon drága, úgyhogy ezt igazából az iparban valószínűleg sokan használják, mert nagyon gyors és egyszerű vele a hegyezés, de a hobbi műhelyekben én nem nagyon hiszem, hogy bárkinek is lenne, igazából simán egy kettős köszörűvel ez a hegy kiképzés megoldható, de nem mindegy, hogy hogyan csinálod, a következő közeli felvételen megmutatom, hogy hogyan nem jó, és azt is megmutatom, hogy hogyan kell csinálni. És az elektródával kapcsolatban van még egy dolog, amit be kell állítanunk a pisztolyon, ez pedig a gázterelőből az elektródának a kilógása, ezt egy olyan 8-10 mm-re érdemes beállítani, tehát a gázterelő végétől az elektróda kb. 8-10 mm hosszan nyúljon ki. Na és akkor a technika. Igazából ez a módszer ez általában egy ilyen kényelmes ülőtest helyzetet kíván meg. Normálisan nyugodt állapotba kell csinálni, mert fontos, hogy az ember nagyon finoman és pontosan tudja a megfelelő helyen vezetni néhány milliméter távolságba a munkadarabtól az elektródát. Egy kicsit megdöntve a munkadarabtól 3-5 mm távolságba kell vezetni az elektródát a lehető legegyenletesebben. Nagyon fontos, hogy az elektróda ne érjen bele soha a varratfémbe, és a hozavanyag pálcával se érjél hozzá. Ezt már mondtam korábban, hogy ha beszennyeződik az elektróda vége, akkor abba kell hagyni a hegesztést, és le kell köszörülni. Viszont az is fontos, hogy egy ilyen 3-5 mm távolságnál messzebb sem tartsat, tehát a lehető legegyenletesebben vezesd, hogyha túl nagy az elektróda és a munkadarab közötti távolság, akkor nagyon kiszélesedik az ív, túl nagy területet fog melegíteni, egyrészt nem lesz jó a beolvadás, másrészt feleslegesen melegíted a, az anyagnak a többi részét, a, amit nem akarsz hegeszteni. Ezen kívül pedig egy bizonyos távolság után már a védőgáz nem tudja kifejteni a varratnál a védő hatását, mert túl messziről, túlzottan szétoszlik addigra, amire odaér, és olyankor viszont így elkezd szikre pattogni meg, és mi ebből tudhatod, hogy akkor már túl messze van, vagy túl kevés a védőgáz. A vezetési sebességre nincs aranyszabály, de kb. másodpercenként 1-2 mm-t lehet haladni az elektródával. Eközben figyelni kell a beolvadást, és úgy kell irányítani az ívet, hogy az mindenhol egyenletes legyen. A hosszaganyagot annak megfelelően kell adagolni, hogy milyen vastag varratot akarunk létrehozni. Minél nagyobb a munkadarab anyagvastagsága, annál vastagabb varrat szükséges. Általában az is igaz, hogy egy tompa varrathoz kicsit kisebb, de például egy belső sarokvarrathoz kicsit nagyobb áramerősség szükséges és ezen kívül még a hegesztés végén, az ív megszüntetése után egy 5-6 másodpercig a pisztolyt a varrat fölött kell tartani, hogyha olyan a géped, ahol be tudtad állítani a gáz ott ez az 5-6 másodperc gázáramlás még biztosítva lesz, hogyha pedig manuális pisztolyod van, akkor neked kell még az ív megszüntetése után egy 5-6 másodpercig nyitva tartani a gázcsapot. Ez azért szükséges, hogy amíg ki nem hűl a varrat, ugye ez a gázáramlás egyrészt a hűtésben is segít, másrészt amíg ki nem hűl a varrat, addig is a védőgázburok meg lesz körülötte, és ezáltal így az nem károsodik. És amit egyik hegesztési módszernél sem lehet túl sokszor emlegetni, de a zavinel még fontosabb, mint bármelyik másiknál, a gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. Én is még csak az elején vagyok. Most viszont nézzük, hogy milyen is lett az új székem. Még egy festés hátra van, meg még nem szereltem rá a lapot. Itt fogok majd ráfúrni három lyukat és három csavarral felszerelem. De így működik. Ide teljesen behajtható az asztal alá. És ugyanolyan magas, direkt olyanra csináltam, mint a feleségem vasalószékét. És így tökéletesen fogok tudni majd ezen ülve dolgozni, és ráadásul nem lesz útban a műhelyben, mert így egy mozdulattal be lehet hajtani. Szerintem tök jó lett, remélem, hogy nektek is tetszik, ha igen, nyomjatok egy lájkot, ha nem vagytok még feliratkozva, akkor kérlek iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!